Egy közösségként ünnepelte Hajdúszoboszló lakossága és az itt üdülő vendégek az államalapítást és az új kenyér szentelését augusztus 20-án. A szabadtéri színpadon teltház előtt tartott ünnepi beszédet Szeglédi Gyula, majd a történelmi egyházak képviselői osztották meg igei gondolataikat az egybegyűltekkel. Végül a Csíkzenekar adott egy fergeteges hangulatú koncertet. Augusztus 20-a mindig kivételes nap életünkben. Különbözik a többi ünneptől, hiszen nemzeti létünk, múltunk, jelenünk és reménybeli jövőnk legrégibb, legszebb ünnepén vagyunk ilyenkor együtt. Ezt a napot a lovag király Szent László iktatta törvénybe 1083-ban. Nem véletlenül keríti különleges érzés hatalmába ilyenkor az embert, hiszen amikor itt állunk, egy egész ezred év néz vissza ránk. Szent István munkásságairól és bölcseleteiről mondott ünnepi beszédet Szeglédi Gyula államalapításunk ünnepén, amelyek a mai napig meghatározzák Magyarország létét. Hajdúszoboszló polgármestere emlékeztette az ünneplő közönséget, hogy mi az igazi célja az ünnepnek, valamint ennek tükrében milyen feladat vár még ránk. A magyarság megmaradásának fontos szerepe van a magyar nyelvnek is. Nyelvünk nem csupán bennünket köt össze, kommunikációs eszközként, nem kizárólag egy titkos kód, amit csak mi magyarok értünk, hanem a ránk jellemző gondolkodás, világlátás, észjárás tükörképe is egyben. A házszavunk a régi magyar szókincsekben egyszerre jelentett épületet, szobát, családot, azaz egy helyen élők összességét, a hazát. A ház és a haza pedig azért van, hogy megvédjen bennünket a külső veszedelemtől, a bennünket fenyegető világtól. Szeglédi Gyula kitért arra is, hogy Szent István miért tudott maradandót alkotni. Tudta, hogy a keresztény Európa talaján csak keresztény nép tud megmaradni. Így tudott független államot teremteni az itt élő népeknek. Gondolatait és cselekvéseit az evangélium határozta meg, és meg volt győződve arról, hogy csak a krisztusi erkölcs képes megőrizni a magyar nemzetet. Szent István művének másik titka az emberek iránti tiszteletében rejlik. Vallotta az emberek Isten előtti egyenlőségét. A fiához Imre herceghez intint termekben felfedezhetjük az emberek iránti szeretetnek egy másik területét, a női nem iránti fokozott tiszteletet. Ez támasztja alá a szűzanya iránti mélységes tisztelete. Halálos ágyán a szűzanya oltalmába ajánlotta országunkat. A polgármester napjainkról szólva elmondta, hogy a rendszerváltás óta Magyarországnak ennyi nehézséggel és kihívással még nem kellett szembenéznie, mint az elmúlt 5 évben. Kiemelte, hogy Hajdúszoboszló közössége a nehezebb körülmények között is biztosítani tudta a város működését. A Covid vírus miatt az élet leállítása közel 2 évre, ezt követően az ukrajnai menekültek megérkezése és ellátása, majd az energetikai, gazdasági válság, valamint a brüsszeli források visszatartása mind-mind óriási kihívást jelentett számunkra. Önkormányzatunk ezen próbatételek során helytállt, a város jó színvonalon működött, és a ciklus végén elindította azokat a fejlesztéseket, amelyeket optimális esetben már 2020-21-ben terveztünk indítani. Minden nehézség ellenére Hajdúszoboszló ezen kihívásokkal teli időszakban is szép fejlődést tudott felmutatni, terveink részben vagy egészben megvalósultak. A most kezdődő ciklusban reményeink szerint további nagyszerű változásoknak lehetünk tanúi. Ezúton is köszönöm Önöknek a bizalmat. Köszönöm azt a széleskörű támogatást, melyek biztosítják a továbbiakban is Hajdúszoboszló zavartalan működését, fejlődését. Szeglédi Gyula ünnepi beszéde után a történelmi egyházak képviselői osztották meg igéiket az ünneplő közönséggel. Elsőként Cető Norbert református lelkész szólt a Krisztus előtti 2. évezred hajnaláról, amikor vészterhes idők jártak a világban, amit a kényszerű sorozás és az elvtelen orozás jellemzett. Ebből a kényszerű háborús helyzetbe a Biblia leírása szerint belekeveredett egy Ábrahám nevű ősatya, akiről azt írja a Szentírás, hogy az Isten barátja volt.
nem akart belekeveredni, nem akart háborúzni, viszont a családjáért és az értékek megmentéséért be kellett avatkozni egy olyan ponton, ahol aztán ő hitben erkölcsileg győztesen került ki. Az ünnepségen dr. Lipták József római katolikus esperes egy rövid könyörgésben foglalta össze mindazt, amely az ünnepi kenyér megáldásához tartozott. Istenünk, a te igéd szentel meg minden. Áraszt ki bőséges áldásodat ezekre az ide elhelyezett kenyerekre, és mind azokra, akik összegyűlve hozzá fohászkodnak. Szent István király ünnepén, mennyei áldásodat kérve, és az ő mennyei közbenjárásáért fohászkodva, áld meg és szentel meg ezen kenyereket, hogy mindazok, akik ezt elfogyasztják, ebből fogyasztanak, nyerjenek erőt, testi lelki erőt, üdvösséget Krisztus, ami Urunk által. Amen. Fekete András görög katolikus parókus az ünnep igazi fontosságára hívta fel a figyelmet. Úr Jézus Krisztus Istenünk, az öt kenyeret megáldottad, és vele 5000 embert megelégítettél. Magad, Urunk, áld meg ezen kenyereket, és szaporítsd meg ezeket ebben a városban, országunkban, nemzetünkben és az egész világon, és a belülük ízlelő híveket szenteld meg. Áld meg ezt, mint az emberi munka gyümölcsét, melyet jótékony esővel, éltető és érlelő nap melegével segítettél. Áld meg a fáradozó, a dolgozó, a kenyérért, az életért, minden küzdelmet vállaló ember. Mert te vagy, ki mindeneket megáldasz és megszentelsz, Krisztus Istenünk, és mi dicsőítészengünk kezdet nélküli atyáddal, legszentebb jóságos és életteremtő lelkeddel együtt, most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. A parókus szerint mindenkinek lassítania kellene és értékelni azt, hogy együtt ünnepelhettünk. Kicsit szomorúan nézem, amikor valaki ennek a spirituális oldalát nem akarja látni. Nagyon jó a szórakozás, nagyon jó a kikapcsolódás, nagyon jó ilyenkor pecázni, vagy túrázni, vagy nem tudom, kajakozni, minden jó. De azért mégis ilyenkor az ember egy álljon meg egy 10 másodperc, és gondolkozzon el azon, hogy honnan, milyen történelmi múltból, milyen viszontagságok, milyen áldozatok, milyen véráldozatok, hány ember élete árán vagyunk itt mi most, és élünk békességben és nyugalomban. És mi mit teszünk azért, hogy majd az utódaink is így éljenek? Ezt a 10 másodpercet javasolnám mindenkinek. A zsúfolásig megtelt szabadtéri színpadon a történelmi egyházak által megáldott és megszentelt kenyér osztása után a Kossuth Díjas Magyar Népzenei Együttes, a Csík zenekar előadását láthatta az ünneplő közönség, akik már 1988 óta a magyar zenei élet meghatározó szereplői.